A tavalyihoz képest még jobb a felhozatal, és igazándiból ennek örülünk a legjobban, hogy amióta elindult ez a tulajdonképpen az egész rendezvény szempontjából mellékág, hogy legyen egy fotópályázat, azóta minden év jobb az előzőnél. Nyilván ebbe benne van az is, hogy egyre többen tudnak róla, ebbe egyre többen küldenek be anyagot. A művészet általában olyan, hogy természetesen van munka vele, de az eredmény, meg egy műnek a nagyságrendje, vagy egy műnek a megfelelősége, az nem közvetlen következménye a munka mennyiségének. Tehát nem attól nagy egy mű, mert nagyon izzadt a művész, sőt, az izzadság az inkább ront a művön. Itt meg kell azt mondani, hogy a hivatalos tájékoztatóban, illetve a programban az van, hogy a pályázat győzteseinek kihirdetjük a pályázat győzteseit. Meg kell mondani, hogy ez egy olyan speciális pályázat, aminek ugyan győztesei vannak, de vesztesei nincsenek. Azért nagyon fontos ez, mert itt, mivel hogy nem volt megkötés, indultak valódi professzionális fotográfusok, és indultak olyanok is, akik hát most ismerkednek a fotográfiával, és nagyon fontos lenne, hogy ők ne tekintsék magukat vesztesnek. Itt mindenki nyertes, nyertes a zsűri is, mert élvezet volt dolgozni az anyaggal, meg hát nyertes a közönség is, aki ezzel kapcsolatban semmit nem csinált, csak megnézi a képeket, itt tulajdonképpen mindenki nyertes. Hát miben áll manapság ennyire technika felé hajolva a fotográfia? Mindenki tudja, hogy a fotográfia, hogy úgy mondjam, egy technikai sport, aminek a elfogadható kivitelezéséhez természetesen szükséges egy technikai tudás. De nagyon fontos az, hogy nem a technika a művészet, hanem az az egyedi dolog, egyedi üzenet, vagy ez egyedi látvány, amit esetleg egy hiányosabb technikai tudással is észrevehet valaki. Én néhány helyen tanítok is, és mindig azt mondom a tanítványoknak, hogy azért kell a technikát nagyon megtanulni, mert nem fontos. Aki jól tudja a technikát, az utána tud azzal foglalkozni, ami lényeges. Tehát ez nagyon fontos itt is, hogy azok, akik a kiállításon szerepelnek, illetve ebben a pályázatban, hát van olyan, és adtunk is külön díjat, volt egy ilyen speciális kategória, hogy mobiltelefonnal készített felvétel. És bizony van olyan mobiltelefonos kép, egyelőre nem túl sok, amelyik művészileg, technikailag is bőven megállja a helyét. Ez a Muzsikál az erdő, ha jól emlékszem, 13 vagy 14 évvel ezelőtt kezdődött, és ami a kezdeti célja volt a szervezőknek, elsősorban a Lajosnak, aki mindannyiunk barátja, az volt, hogy akik erdőbe járnak, azok eleve csak jó emberek lehetnek, találkozzunk, élvezzük az erdőt, élvezzük egymás társaságát, és ha eközben kulturális esemény zajlik, annak mindenki nagyon-nagyon a nyertese. Nem függetlenül, csak nem azért jön ide az ember, hogy valami világszintű produkciót lásson, hanem érdekes, értékes produkciót olyan környezetben, ami harmóniába áll az értékkel, és az erdő az ez. Nagyon fontos az erdő.